Mindenkinek üdvözlöm Önöket, köszönöm szépen, hogy ismét megtisztelték figyelmükkel a Frontmozi című vetítés sorozatot, ami a első világháborús centenáriumi emlékbizottság első világháborús filmeket bemutató vetítés sorozata. Üdvözlöm Hornyák Árpádot, Árpit, régóta ismerjük egymást, köszönöm, hogy eljöttél. Azt a feladatot szántunk neked, mint jeles, nem tudom, van ilyen, hogy jugoszlavonológus, vagy jugoszláv szakértőnek, a délszláv népek és egyáltalán a délszláv történelem balkanológia szakértőinek, hogy kicsit helyezzük kontextusba szarajevói merényletet, ami több mint 100 évvel ezelőtt útjára indította az első világháborút. A filmünk ezzel lesz kapcsolatos, kitérünk arra is. De legelőször azt szeretném megkérdezni tőled, hogy Balkánon ez az esemény, ami 14-ben bekövetkezett, ez törvényszerű volt? Hát, hogy pont itt következett be, az szerintem nem volt törvényszerű. Az, hogy bekövetkezik valami hasonló kataklizmát kiváltó esemény, az szinte elkerülhetetlen volt. Tehát az, hogy az első világháború ki fog roppalni, az benne volt a levegőben már 4-5 esztendeje. Hogy ez milyen méreteket fog ölteni, ezt ekkor még nem lehetett tudni, de azért sejthető volt, hogy a nagyhatalmak többsége részt fog benne venni. Tehát ugyanezzel az erővel kirobbanhatott volna 12-ben, 13-ban, ha szerencséje van a világnak, akkor elhúzódhatott volna 15-ig, 16-ig, de előbb-utóbb szinte törvényszerű, hogy be kellett következni ennek az eseménynek. Nem feltétlenül Ferenc Ferdinánd megmerélésének, megölésének, hanem magának a háború kirobbanásának. Kérdésem az leginkább az utóbbira vonatkozott, hogy egy ilyen merénylet, és éppen egy osztrák trónörökös ellen, az egy ilyen különleges kohóban, mint ami a Balkán és az egész délszláv világ volt az első világháború előtt. Ez törvényszerű volt? Ez nem volt feltétlenül törvényszerű, de nagy volt az esélye, hogy következik. Gondoljunk csak bele, hogy a Balkán egy újonnan létrejövő nemzetállamok szintere volt. 1878-ban három állam nyerte a teljes nagykorúságát, mondjuk így a nagyhatalmak itt az európai hatalmak körében, és ezek az államok igyekeztek saját államukat, nemzeti heterogén államnak kovácsolni, illetve mindazokra a területekre megformálták ikényüket, amelyen saját nemzet részek értek. Ezek közül a legjelentősebb szempontukból, ami beszélgetésük szempontjából is, illetve az első világháború szempontjából is, a szerb nemzeti igények jelenléte, amelyel gyakorlatilag mindenki tisztában volt, és amely igények elsősorban a 20. század elején az osztrák-magyar monarchiával szemben lettek megfogalmazva. Tehát az, hogy egy ilyen merényletre sor kerül, ez nagy valószínűséggel bekövetkezett, nagy valószínűséggel volt annak, hogy be fog következni, hogy ennek a merényletnek milyen hatása lesz, milyen következménye lesz, az nem volt teljesen bizonyos. Tehát majd látni fogjuk, illetve beszélgetni fogunk arról is, hogy 1914. július 28-án ugye megtörténik a pisztolylövés, eldöbbenek a pisztolylövések, meghal Ferenc Ferdinánd, de még egy hónapig tartott, mire eljutottak a nagyhatalmak arra szintre, hogy ennek gyakorlati következménye legyen. Kicsit belekaptál a következő kérdésembe, aminek örülök. A merényletet megelőző fél évszázadban azért ez a balkáni térség egy ilyen dongó mélykashoz hasonlított, amiben az osztrák-magyar monarchia elég csúnyán belenyúlt. Legalábbis a megsértett szerb nacionalizmus az mindenképpen így interpretálta. Gondoljuk csak el Bosznia és Hercegovina először megszállás, aztán beépítése a monarchia testébe. Történnek itt orosz-török küzdelmek Bulgária területén, tehát ne felejtsük, hogy angol aspirációk is vannak, a németek ezen a területen keresztül akarják fektetni a vasútvonalukat, ami összekötötte volna Belgrádot és Bagdadot, de hát ezen kívül a török aspirációkat soha nem adja fel az Oszmán Birodalom, annak ellenére, hogy két balkáni háborúban is kiekrudalják őket, innen függetlenné válik. Albánia ugye nemrég ünnepelte 100 éves évfordulóját, ez a kis ország egyébként magyar befolyással, vagy hát egy kis magyar rásegítés is történik. Nem volt provokáció ez a látogatás, amit Ferenc Ferdinánd, hogy úgy mondjam, ott elkövetett? Hát valóban fel lehet fogni provokációnak, és én általában a bukból vett időzetet szoktam felhozni, hogy köhög a bolha.
Tehát egy nagy hatalom első vagy második számú személyisége, hatalom várományosa ellátogathat talán a saját korona tartományába akármikor. Tény, hogy ennek volt veszélye. Tény, hogy ez bántotta a szerbek nemzeti érzését, különösen a boszniai szerbek számára volt sérelmezhető. Tehát valóban benne volt a levegőben az, hogy egy ilyen látogatás apropót kínál az osztrák-magyar monarchiával szembeni erők számára, hogy végrehajtsák tettüket, adott esetben Ferenc Ferdinándot a trónörököst meggyilkolják. De én úgy érzem, hogy azért egy nagy hatalom számára talán megengedhető az, hogy mondom, a saját birodalmán belül úgy közlekedjen a hatalom várományosa, ahogy szeretne. Nyilván a megfelelő biztosítással, amely sajnos ugye nem volt teljesen kielégítő. Sok mindenkiről szó esett ebben a térségben most a beszélgetés során, kivéve az oroszokat. Tehát lehet, hogy velük kellett volna kezdeni. A magyar történeti narratíva is, hogyha jól olvasom, akkor a történettudomány is azt erősíti, legalábbis Magyarországon, szerbek nyilván erről más gondolnak, hogy a merényletet végrehajtó egyébként boszniai szerb illetőségű csoport mögött egyértelműen Oroszország állt, és talán a szerb kormány, és ugye a szerb kormány, és Oroszország hol kezdődik és hol végződik, azt se pontosan tudni. Segíts nekünk ebbe. Igen, megoldjuk. Oroszországnak kétségtelenül voltak érdekeltsége a Balkánon, azonban az oroszokat úgy kell elképzelni, hogy egy vérig sértett nagyhatalomról van szó. Az oroszok nem sokkal korábban, 1945-ben elveszítették háborúkat japánokkal, forradalmak tépázták ezt az országot, 1908-ban az akaratuk ellenére csatolták el, illetve csatolták ténylegesen, de jure is az osztrák-magyar monarchiához, Boszniát és Hercegovinát, tehát számos alkalommal vérig alázták, porig alázták ezt a nagyhatalmat, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy itt egy türelemjáték volt, egy pókerjátszma zajlott, és csak idő kérdése volt, hogy mikor és melyik hatalom fogja bedobni a lapjait, mikor melyik hatalomnál szakad el a célna, és dönt úgy csak az asztal, hogy most már elég. Itt ez az oroszoknál következett, úgy látom. Nem hiszem, hogy az orosz kormány állt volna merénylet tárterében, mert orosz birodalom sem volt felkészülve háborúra. Egyetlen hatalom érezte úgy, hogy fel van készülve háborúra, a német birodalom. Mint kiderült, ő sem volt teljes mértékben felkészülve erre. A szerb kormánynak végképp nem állt érdekében egy háború kirobbantása, bármennyire is hihetetlennek tűnik, ugyanis a szerb kormány ezt megelőzően két esztendőn keresztül súlyos harcokat vívott, súlyos harcok árán szabadította fel Dél-Szerbiát, amelyik Koszovót és a részben Macedóniát, tehát szerezte meg ezeket a területeket. Egy gyenge, kimerült, gazdaságilag mindenképpen kimerült, részben kivézett államról van szó, amely egy elsőrendű nagyhatalommal szemben valami csekély esélye vette volna fel a harcot. Tehát a szerb kormánynak, ha logikusan nézzük a tényeket, akkor nem állt érdekében ekkor kirobbantani a háborút. Vasić miniszterelnök, a szerb kormány feje, egyébként a parlamentben is úgy nyilatkozott 1913-ban még, hogy az osztrák-magyar monarchia megléte, fennmaradása, elemi szerb érdek, még egy 5-6 esztendő. Tehát nem állt életében. Ameddig az az 5-6 esztendő nem telik, de úgy mondjam, hamar letelt, bekövetkezik a merénylet, és valóban egy hónapig tart, míg az egymással szemben formálódó szövetségesi rendszerek fogaskerekei beindulnak, és elkezdődik a háború. JFK, Sisi, illetve a szeptember 11-i merénylet három történelem, sorsfordító esemény, és mindegyik mögött vannak, akik sejtenek összeesküvéseket, hát nem lesz ez máshogy ennél a filmnél sem. A filmet a CTF televízió, egy Andreas Prohaska nevű osztrák rendező készített a televízió megbízásából, és hát tévéfilm lesz, amit látunk. Maga Prohaska azt mondta, hogy ez fikciós krimi, sőt azt is mondta, hogy történelmi thriller, ugyanis egy nyomozást fogunk látni, főszereplő a gyilkos merényletet kinyomozni hivatott személy, aki hát itt különböző magasabb körökkel kerül összeütközésbe. Filmet egyébként, mint filmet, tehát mint mozi művészeti alkotást lelkesen dicsérték, mint narratívát, vagy mint az összeesküvés elméleteket középpontba állító kulturális tartalmat, azt nem.
Te mit gondolsz az összeesküvés elméletről? Nagyon szimpatikusak és nagyon izgalmasak ezek az összeesküvés elméletek. Egyet még említsek meg itt a Pearl Harbor elleni japán támadás, mint egyik, amiről szintén az Egyesült Államok kormánya állítólag tudott, de hagyd többek következzen. Kiegészítsem ezt a triót, amit felsoroltál. Tehát kétségtelenül elgondolkodtatók ezek az összeesküvés elméletek, azonban ahogy a többinél, az állított, említett háromnál és az én kiegészített negyedik verziónál, illetve összeesküvés elméletnél sem, úgy itt sem állja meg szerintem a helyét az, amit a filmkészítői felvázolnak. Kétségtelen, hogyha a nyomozást nyomon követjük, majd látni fogják a filmben, akkor mindaz logikus, amit egymás mellé tesznek, és az eredménye ennek óvatatlanul az, hogy igen, az osztrák-magyar monarchia bizonyos körei gyakorlatilag feláldozták a trónerőst. Azért, hogy egy háború kirobbanhasson. Szerintem azonban éppen azoknál fogva, amiket itt a korábbiakban elmondtunk, illetve hát ugye a szerb terroristák, a terroristák vagy szabadsághűsök, attól függ, hogy honnan nézzük, ők gyakorlatilag egy önjáró eszközként kezdenek funkcionálni itt 1914. júniusában. Egy picit, ha még megengeded, akkor a szerb szára, a szerb kormány szára visszautalnék. De ne felejtjük el, hogy Szerbia túl van az első-másik Balkán háború. Azt megelőzően 10 évvel korábban volt egy igen éles, szó szerint éles dinasztiaváltás, amelyben az előző dinasztiát kiiktatták, karddal, baltával, egyéb fegyverekkel, és kivégzett az ország a háborúkban, és létrejön, ezt megelőzően pár évvel, 11-ben, egy olyan titkos tiszti szervezet, amely célul tűzi ki a szerb földek egyesítését bármi ára. Most ez a szervezet a hatalom megszerzésétől, nem csak katonai, politikai hatalom megszerzésére. Ez a titkos szervezet, amely azért annyira nem is volt titkos, mert gyakorlatilag mindenki ismerte a programját, tehát ez a szervezet kétségtelenül felkarolta azokat a fiatal forrófejű szerb diákokat, akiknek egy része egyébként Belgrádban tanult. Belgrádban nagyon nyomorúságos körülmények között lelkesen üdvözölték az első Balkánháborút, a második Balkánháborút, Szerbiát piedesztára emelték, hogy a balkáni Piemont, a szerb Piemont, amely majd a szerbföldeket egyesíteni fogja. Tehát van ez a titkos tiszti szervezet, amely támogatja ezt a társaságot, viszont vele szemben ott van a kormány, amely tűzzel vassal küzd a tiszti szervezet ellen, a hatalmát akarja megőrizni, plusz van még egy harmadik szereplő, az uralkodó, aki rendkívül beteg, helyette a fia régensként uralkodik. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy a mérvadó köröknek, a legitim köröknek, egyből az uralkodónak, a régensnek, valamint a kormánynak egyáltalán nem áll érdekében. A tiszti szervezetnek, amely támogatta, pártyolgatta ezeket a fiatalokat, sem áll ekkor érdekében, hiszen katonaként maguk is nagyon jól tudják, hogy a szerb kormány, a szerb állam nem áll készen egy megvívott háborúra, egy sikeresen megvívott háborúra, hozták magyar monarchiával. És akkor itt játszik be majd az orosz szál, későbbiekben, 1914. július 25-26-án, az ultimátum átadását követően, amikor a szerb kormány, ugye tudjuk a közismert ultimátum, monarchia megfogalmazza nagy nehezen azt a X8-10 pontból álló ultimátumot, amelyet úgy próbál összeállítani, hogy ezt mindenképpen vissza kell utasítani a Szerbiának, hiszen a függetlenségének megsértését jelenteni az elfogadása. Ennek ellenére a szerb kormány elküldi táviratban kérdését a cáratyuskához, hogy mi a véleménye, mert a szerb kormány mindenben a cár akaratának megfelelően fog eljárni, tehát a cáratyuska azt mondja, hogy fogadja el az ultimátumot, akkor azt elfogadja. Szár azonban azt mondja, hogy ne utasítsa vissza, mert élvezi Szerbia az orosz birodalom teljes támogatását. De az orosz birodalom volt az ebben az esetben, aki belopta a lapokat a kártyajátszmában, aki nem bírtaná tovább Cirnával, és ami végül is, hát tulajdonképpen elindított ezt a lavinát. Félreértés ne essék, nem akarom az oroszokat testálni a háborúért folyó felelősséget, valamennyi nagyhatalom, és ez meg is hatalmat is, valamennyinek volt bizonyos sarak, hogy ez a háború kirobban, csak azt akarom, hogy ebben a momentumban, ebben az esetben az oroszoknak azért volt bizonyos ráhatásuk, hogy hogyan alakultak tovább jönni a dolgot. Kimerítő volt.
Köszönjük szépen, szerintem így sokkal jobban fel vagyunk készülve a filmre, jobban tudjuk értelmezni őket. Köszönöm szépen, Ápi. Számomra az a tanulság, hogy a valóság mindig bonyolultabb, mint az összeesküvés elméletek. A film, hogy az összes eddigi elmúlt időszakban vetített moziaink közül az összes 10 legjobb film az első világháborúról című összegyűjteményben ott szokott lenni. Ez egy tévéfilm, tehát kicsit eltérő a műfaja, mint az eddigi vetítéseinknél, és ha már Ferenc Ferdinánd, akkor felhívom a figyelmüket rá, hogy a tavaly novemberben a Várkertbazárban megnyitott a Háború Urai című kiállításunkon ő is ott van, sok mindenki mással, például a szerb orgyilkos uralkodó dinasztiával együtt. Kollégáimnak köszönöm szépen a est lebonyolításához erőfeszítéseiket, kérem, hogy bontsuk el a nem is a színpadot, de legalábbis a díszletet, és akkor utána kezdődhet a vetítés, ami magyar nyelven lesz. Azt szeretném mondani, elnézést kérek, hogy a kezdetet mondani a Kennedy, hogy mind a kettőt figyelmeztették, hogy ne utazzon a Fed, tehát és a tanácsot állítom le is mondott, amikor mondta, és a Kennedy-t is mondták, hogy ne utazzon, mert utazzon nyitott kocsiba, és itt még egy elnézést, szóval a biztosítás az osztrák részről teljesen csődbe volt, mert egyrészt kevés katona volt, másrészt meg egy kanyar volt, ami voltam a helyszínen. Ez ki fog derülni a filmből, hogyha az uralkodók és az államférfiak mindig azt tennék, amit a tanácsadói parancsolnak, akkor lehet, hogy egyikük sem hagyná el a házat. Köszönöm szépen!